hazamegy a Ferencváros edzője a következő fordulóban a bajnokságban, miután a zöldfehérek Pécsre látogatnak, Nagy Tamás pedig ezerszállal kötődik Baranyához. Ám most nem lesz hazabeszélés, a szakember Détári párban meg, a párban megfiatalítaná a Fradit, amely otthon kikapott a Lokitól, 9. a bajnokságban, kapusa felépült. Nem sorolom, átadom a szót Nagy Tamásnak. Jó reggelt, szia! Jó reggelt, kívánok! Tamás, hogyha most az összes hátalévő meccset megnyernétek, akkor 55 pontotok lenne a végére, most a Debrecennek van 44, Hát bajnokok már nem igen lehettek, de mi fér ebbe bele szerinted, hogyha jól megy a menetelés? Hát én úgy gondolom, hogy egy stabil csapat kialakítása fér egy bele. Az fontosabb, mint a pontok? A, Most. A pontok mindig fontosak, hiszen versenyhelyzetben vagyunk, tehát zajlanak a mérkőzések, ezért nagyon fontos az, hogy gyűjtsük be a pontokat, amit csak lehet. A csapat gerinc az elkezdett kialakulni a bajnokság vége felé, hiszen megjöttek az eredményeink is télen egy olyan elképzeléssel indultunk el, hogy fiatalítunk, megpróbáljuk azokat a játékosokat, akik ma csapat duennyeit jelentik, időben majd pótolni, ezért gondolkodtunk fiatal játékosokban, és olyanokban, akik már megfordultak, vagy olyanban, aki megfordult a Ferencvárosba, és most visszahoztuk, talán ők lehetnek a jövő emberei. Az ő beépítésük az egyik olyan fő célunk a tavasszal, amellett, hogy mindenképpen az eredményességet meg kellene tartanunk. Úgy fogalmaztál, hogy nem tavasszal, hanem hosszú távra igazoltatok. Ez azt jelenti, gondolom én, hogy persze fontos az eredményesség tavaszra, de nem tavaszi csapatot építetek, hanem 2012-es, 13-as, 14-es fradit. Én azért mondom, hogy nem lehet teljesen külön választani mindent, tehát együtt kell a két dolgot valahogy paralel vinni, mert nagyon fontos, hogy ezek a játékosok, akik egyrészt személyiségükbe is most egy fejlődési folyamaton fognak keresztül menni, úgy meg kell ismerniük egy új közeget, a régiekkel együtt, az ő segítségükkel mindenképpen az kell, hogy, hogy ők már jövőre, egy olyan kép alakuljon ki, hogy biztosan tudjuk azt, hogy lehet rájuk számítani, és képesek lesznek egy Ferencváros szintjén az olyan elvárásokkal, amit itt azért mindenki tudja, hogy a közönségünk is nagyon nagy elvárása van a csapattal szemben, a szurkolóink, hogy ezek a játékosok ezt a versenyt fel tudják venni, és, to és még jobb eredményt tudjanak a jövőbe produkálni. Edzői szempontból pedagógiailag mennyiben más egy olyan társaságot irányítani és felkészíteni, ami mondjuk sok utánpótláskorú, tehetséges, fiatalal van tele, mondjuk ahhoz képest, amikor egy olyan csapatról beszélünk, ami mondjuk túlnyomó többségében idegen légiósokból áll. Igen, de a, a kommunikációnak az a formája is szépen lassan kialakul az öltözön belül, hogy nálunk van egy olyan rendszer, hogy a külföldiek magyarul tanulnak a magyarok pedig idegen nyelvet tanulnak, ez elsősorban az angol, megpróbálunk azért mindenképpen, cél az nálunk, hogy a közös nyelv az a magyar legyen. Azt állunk de, hogy melyik külföldi tud a legszebben magyarul? Én, ha jól tudom, és aki nagyon szépen beszél, az a márkotten. Igen? Otten? Igen, ő holland és, és ő, ő, ő rajta, és a Ranulimocsnál is láttam ezt a törekvést, hogy ő minden áron nagyon szépen akarja magát kifejezni, tehát olyan választékosan, és ez néha az embert hogy megmosolyogtatja, de... de lehet, fe... hogy előbb-utóbb lesznek DVD-k, nem Mark Otten hanem <laughs> Radnóti szaval, nem? az <laughs> azért, azért, azt, gondolom, hogy addig nem szabad most elmerészkedni, mer még gondolatban sem, ha Radnótit hagyjuk meg a magyarjainknak. Tamás, a, ha megnézzük a keretet, akkor kapusból mintha most már túltermelés lenne. Van biztos első számú kapu közöttük, vagy ez most egy nagy vetélkedés lesz? Hát én azt gondolom, tehát biztosra én nem én szeretném kijelenteni, hogy biztos. Egyelőre a mi a voksot a jóval levente mellett tettük le. Egy sajnálatos edzéssérülés szenvedettől múlt héten ezért egy gyors váltásra kényszerültünk a Debrecen ellen. De azt gondolom, hogy a kunsági Ronnak a, a, beugrása, ha ezt így időzőjebben mondhatom, nem okozott csalódást, hiszen nagyon sok dolga nem volt, és az ő teljesítmény nem befolyásolta a mérkőzésnek a kimenetelét. Középpályásból is szép kínálat van most, pontosan kijelentheted, kimondhatod ki azt, jóval leventél, hogy ő az első, rávoksoltatok, kinek van stabil helye a középpályán ebben a formálódó fradiban, bizonyosan? Hát az első meccse is ö, olyan nehézségekkel indultunk el, hogy nem volt mindenki ö, teljes tökéletes állapotban, hiszen az ottani is bajlódott, a Józsi Gyurinak a bordája repett, a Hakola kapott, ö, a Hakolának volt egy kisebb fajta olyan ö, gyomorbántalma, amit ö, hosszabb ideig tartott, hogy őt is ke kezeljük, vagyis az orvosaink, és ö, és itt azért megvan az az 5-6 ember a középen, akiből szerintem lehet választani, de azért a, úgy a fejünkbe ki van alakítva az a 3-4 ember, aki stabilan ott tud lenni. Miért nem sikerült Gyepes Gábort az ülőjé csábítani? Hát... Örültél megmondom, Megmondom, hogy nekem személyes jó kapcsolatom van vele, hiszen nagyon sokat segített nekem, amikor kint voltam Kártyvban, és megnéztem a az Alessandrota a Ferencvárosnak a nyári kupa ellenfelét, a norvégokat, ott végül is ő segített, ő a mérkőzésre. Én nagyszerű játékosnak tartom, de valamiért nem tudom miért, már akkor, akkor sem került a mi látókörünkbe, tehát a szakmai oldalról, és én most a mai nap se tudok róla, hogy fel lett volna véve vele a kapcsolat. Uh -huh. És Bodnár Lászlónak mondjuk nem lenne jobb helye az ülői úton valamelyik szélen, mint a Máté Szalkai diszkó DJ pultja mögött? A, a Bodnál, Laciról azt tudom, hogy amikor a, a, a Pruckner Laci-val dolgoztam, szóba került, hogy hozzánk fog igazolni, de ö, olyan lehetőségünk nem voltak, amivel tudtuk volna az ő igényeit akkor uh -huh. honorálni. Na nézzük a közvetlen jövőt, Pécs. Tehát Pécsre mentek, kicsit haza ismész, a Fraditól ott is egy letámadó, focit fogunk látni idegenben? Egész tavasszal Pécset is? Ez, ez így jól hangzik, hogy ezt mondod, hogy hogy letámadó-támadó futball. Szerintem a Debrecen ellen nagyon-nagyon akaratos játékot és e agresszív lehet látni játékot, játékot játszottunk. Ami hiányzott, és amiben Pécset szerintem előbbre kell tudnunk lépni, az az, hogy sokkal tudatosabbá kell tenni majd a játékunkat a nagy rohanás mellett, mert a mérkőzésnek megvannak a bizonyos periódusai, amikor azért fejben nagyon jó kontrollat kell tartani a játékot, ha ebbe előre tudunk lépni, mert az akarati tényezőkkel szerintem nem lesz probléma, akkor most eredményesek lehetünk pécset. Otthon a hazai pálya előnyét meg a lelkesedés néha lerontja a közönség némely megnyilvánulása, most is kellett már büntetést fizetnetek, rasszista megnyilvánulásokért, rendbontásért. Szerinted van valami eszköz ennek a kiküszöbölésére, hogy egyfajta primitív viselkedés ne jelenjen meg a, a stadionban? Én még most is azt mondom, hogy a folyamatos kommunikáció a klub és a szurkolók között csak a, a, az segíthet, és én ha jól tudom, hogy ez, ez, egy állandó folyamat alatt van, tehát a klub igenis kommunikál a szurkolókkal. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy, hogy meglepően ö, pozitív van, érezzük mi magunkat még egy ilyen vesztes mérkőzés után is, vagy ha hátrányba is a mérkőzés közben. Ö, tavaly ősz óta én úgy érzem, hogy a szurkolink mögöttünk vannak, és végig akármilyen eredmény van a pályán, ha látják az akaratot a csapatban, már pedig a csapatban megvan az akarat, ők ezt méltányolják, és ezt lehet érezni. Az, hogy ők milyen megnyilvánulásokat negatív értelme tesznek, egyes emberek, egyes emberek. Én remélem, hogy a nagy többség és a közösség, ha a klub nem is tudja ezt megoldani, akkor ki fogják maguk közül közösíteni ezeket az embereket. Tamás, azt mondd végül, hogy Détári Lajosra hogyan működik a párosatok, ő nehéz ember? Ő Nem. Nem? Ő hegyet talán nem. Nem. Ő, ő vele nagyon jó és könnyű kommunikálni, tehát ő vele nagyon jól el lehet beszélgetni dolgokról. Meg kell találni mindig a megfelelő és formát hozzá. Azért, azért tudni kell, hogy a dömin nagyon nagy teher van. Aki a Ferencváros edzője, én abban rövid két hétben is éreztem, iszonyú ö, nagy teher, tehát meg kell, ami jó, mert ezért dolgozunk meg, ezért vagyunk, hogy ezeket a terheket mentálisan is elviseljük, de nagyon meg tudja osztani a fejet, és hogy az ember a munkájára tudjon koncentrálni, akkor jó, ha van mögötte vagy mellette olyan segítség, és szerintem a dömezt tudja, hogy mellette és mögötte megvan. A végére értünk, mondj egy számot nekem, hogyha jó Istennel most a realitások figyelembevételével egy alkut kéne kötni, akkor a, ha a sors ajánl egy helyezést, akkor az hanyadik helyen, ami most belecsapnál a kezébe? Most a bajnokság végén? Igen. Mindenképpen most, ahol tartunk, legalább két-három helyen előre kell. Tehát még egy ötödik hely, hatodik Hát hely. én azt gondolom, ahogy elindult a szezonunk, azt gondolom, hogy akkor az egy olyan befejezés, hogy van mire építenünk a jövőben és a következő bajnokságra. Na hát akkor ehhez jó munkát, meg jó szereplésnek. Te köszönöm szép, hogy Nagyon itt szépen. Nagyon szépen köszönöm, és viszont nektek is. Köszönöm.